Vidám gyerekzsivajtól volt hangosabb Bonyhádi termálfürdő. Az intézményt üzemeltető Bonikom ezzel a családi nappal indította az igazi nyári szezont, melynek folyamán folyamatosan lesznek majd programok a fürdőben. A város vezetésének és a fürdőt üzemeltető Bonikom Kft.-nek határozott célja az, hogy a fürdőélmény mellett olyan szabadtéri és olyan kikapcsolódási lehetőséget biztosítson az ide látogatóknak, amelyek által még ismertebb és még népszerűbbé válhat a Bonyhádi termálfürdő. A rendezvény szervező családi és gyermekjóléti központ feladata, hogy a térség 15 településének hátrányos helyzetben élő gyermekeinek nyújtson segítséget. A családi nappal közös élményt szerettünk volna nyújtani minden térségben élő, hátrányban élő családnak, mondta Solymosi Anita, a központ vezetője. És ezek a családok sajnos elég szűkös anyagi körülmények között élnek, nem engedhetnek meg maguknak különféle játékok vásárlását, illetve különböző eszközöket, hogy otthonra lefoglalják a gyerekeket. Többnyire idejük sincsen rá a szülőknek, ezért ezeken az alkalmakkor próbáljuk nekik megmutatni azt, hogy kevés költségvetésből mit lehet otthon kihozni, hogyan tudnak otthon hasznosan szabadidőt eltölteni a gyerekeiket. A gyerekek önfeledten élvezték a nap nyújtotta lehetőségeket. Várhatóan a fürdő a nyár egésze alatt szervezett programjai jelentős számú érdeklődőt vonzanak majd Bonyhádra.